Az orvosi diagnosztikai munkában kiemelkedő szerepet töltenek be a radioaktív izotópok, azaz a sugárzó atomokkal jelölt vizsgálati anyagok. A gyógyászatban elterjedt technécium izotóp előállítására szolgáló generátort látjuk. Az ólomtorony belsejében elhelyezett radioaktív elemből sóoldattal leválasztják a keletkező techníciumot. Ezt a sugárzó anyagot szájon át vagy injekció formájában juttatják a beteg szervezetébe. Egyéb vizsgálati anyagok az előállítás helyéről konzervdobozba zárt ólomtokban érkeznek. A radioizotóp a vizsgált szervtől függően más és más lehet. A radioaktív anyagot ólomtokkal védett fecskendőből adják be. Az egyszer használatos műanyag fecskendő a hulladéktárolóba kerül. Alkalmaznak olyan izotóp diagnosztikai eljárást is, amikor radioaktív anyag nem kerül a beteg szervezetébe. Kimutatható például a szervezet hormonháztartásában fellépett rendellenesség oly módon, hogy a beteg vérszérumához olyan radioizotóppal jelzett anyagot adnak, amely a beteg hormonjaival kémiai vagy immunológiai reakcióba lép. Az így létrejött kötődést a sugárzás mérésével és számítással határozzák meg. A beteg fölött elmozduló detektor a sugárzást méri. Miután a lenyelt, illetve vérbe juttatott radioaktív anyag kellően felhalmozódott a vizsgált szervben, az izotóp térbeli eloszlását az úgynevezett szcintigráfiás berendezéssel ábrázolni lehet. Az adott szerv egészséges, illetve megbetegedett területei nem azonos mértékben dúsítják a sugárzó anyagot. A készülék író szerkezete a különböző sugárzás szinteket más-más színnel jeleníti meg. A színes szcintigráfiás képről a diagnózis gyakran közvetlenül leolvasható. Kiértékeléskor a színes rajzolat alapján behatárolható a beteg terület. A legkorszerűbb diagnosztikai berendezés a gamma kamera. A sugárzás érzékelésének eszköze a szcintillációs kristály. A kristályban a gamma sugárzás elnyelődésekor fényfelvillanás jön létre. Ilyen csak jóval nagyobb méretű kristály van a gamma kamera érzékelő fejében is, ami egyetlen óriás detektornak tekinthető. A kristályhoz fotoelektron sokszorozó kapcsolódik, ami a fényfelvillanást elektromos impulzussá alakítja. A gamma kamera detektorához 19 fotoelektron sokszorozó kapcsolódik. Ezért ez a berendezés nem csupán érzékeli a sugárzást, hanem azt is meghatározza, hogy a gamma foton elnyelődése a kristálynak melyik pontján következett be. Ha az ólomkonténer fedele szabaddá válik, a belőle kiáramló radioaktív sugárzás a gamma kamera detektorára jut. A hozzá kapcsolt oszcilloszkópon követhető a sugárzóanyag elmozdulása. A kirajzolódó fényfolt az anyagi részecskék becsapódásait jelzi. Ez a kép már nem fizikai kísérlet csupán, hanem komoly valóság. Betegünk a gamma kamera alatt fekve sugározza szívéből és tüdejéből a gyógyítás szempontjából fontos adatokat. Ezen a gamma kamerával készült felvétel sorozaton az emberi máj képét látjuk.
Az egymást követő felvételeken megfigyelhető a radioaktív anyag felszívódása a máj különböző részeibe. Így a szerv képszerű megjelenítésével egy időben annak működéséről is információt nyújt a készülék. A gyors orvosi beavatkozás érdekében sürgős esetben polaroid technikával azonnali fotó is készíthető az oszcilloszkóp közvetlen fényképezésével. A gyógyászatban használatos radioaktív anyagok sugárzási intenzitása természetesen emberi méretekre van szabva. A dózis mindig csak annyi, hogy az a beteg gyógyulását szolgálja és ne okozzon károsodást a szervezetében. A tudomány tovább kutatja a lehetőségeket az élőlények körében. Most folyamatában figyelhetünk meg egy növényi kísérletet. A tasakokba növényi magvakat helyeznek el. Neutronnal való besugárzás céljából a sugárzás tengelyébe függesztik fel a maggal töltött tasakokat. Beindítják a neutronokat előállító gyorsító berendezést. A besugárzás mértéke a távolsággal csökken, ezért a gyorsítóhoz legközelebb felfüggesztett magvakat éri a nagyobb dózis. Az elvetett növényi magvak a besugárzással arányosan reagáltak. Mivel a magvakat a besugárzás erősségének sorrendjébe vetették el, a lépcsőzetes fejlődés jól összehasonlítható a képen. Az első sorba besugározatlan magvakat ültettek. A fejlődésben leginkább azok a növénykék maradtak el, amelyeknek magvai a legnagyobb dózist kapták. A kísérlet érdekessége az, hogy a csírázási stádiumban nem az első sorba vetett, besugározatlan magvak fejlődtek a legerőteljesebben, hanem a második sorba ültetett magok, azaz a besugárzottaknak az első lépcsője. Az alacsony sugárdózis tehát kedvezően hatott a növény fejlődésére. A legnagyobb sugáradagot a növény már nem viselte el. Kihajtás után pusztulásnak indult. Ebből a kísérletből további élettani következtetéseket lehet levonni, amelyek majd egyéb kísérleteknek az útját nyithatják meg. A célt azonban soha nem téveszthetjük szem elől. Minden sugárzó anyaggal folytatott kísérlet csak az emberiség javára végezhető.